Hello, sziasztok! A mostani videóban mi is lesz a téma? Mi lesz a tartalom? Tavaly voltam Szegeden, a 911 kávézóházban. Ott volt egy csoporttalálkozó. Nagyon jó volt egy csoporttalálkozó. Mikor is volt pontosan dátum, mikor is volt egy csoporttalálkozó? Igen, 2019. november 17. Egy vasárnapi napon, nem vasárnapi estén volt. Nagyon jó volt. Én azt mondtam, ahogy érdemes volt videó készíteni, sajnos a maga a kávézó haszma, hangulat, világítás nem egy videózása való, mert nekem nincsen olyan kamerám, ami több millió fontos kamerám, ami sötétben is alkalmas legyen a videófelvétel. Nem tudom, ultrafilmben milyen kamerák állnak hozzá, a PC-es kamerák nincsen. Hát az sajnos tökéletesen nem lettek jó a felvételek. Sajnos, de minden hát én most úgy gondolkodok, tavaly nem fogadtam be, vagy nem szerkesztettem, fogadás meg volt, csak nem szerkesztettem meg, mert voltam olyan nem nagy érdeklődés van a csoporttalálkozó. Mivel idén nincs csoporttalálkozó, szerintem úgy gondoltam, hogy érdemes lenne lefogadni, vagy fogadás meg volt, csak nem sok filmkoszkába. Nem sok képbe, de minden most úgy gondolom megszerkezte, és szerintem jó lesz megemlékezni. Hát ki tudja, az a járvány is meti tart, az a vírus meti lesz még, hát nem lehet tudni. Szerintem most csoporttalálkozók biztos nem lesznek, attól tartom. Hát nem hiszem, hogy lesz egy csoporttalálkozóban szeretném, de nem hiszem. Sajnos most egyelőtt, hogy néha pár filmkoszkában, videókoszkában képről tudom megemlékezni. Akkor sok szeretettel várom mindenki, emlékezzünk meg a tavalyi, igen, tavalyi 2019. november 17-én eseményre.
hogy még milyen étel irányzatokba fogunk elvenni a videóinfo egyel, vagy valami ötlet. Akkor szeretnék csinálni egy pizzát, hamburgert, és szeretem, hogy legutóbb, hogy felállta nekem, a SD Digital felállta nekem, hogy szemmisütött, de úgy vettem észre, hogy lehet jó, nagyon jó hamburgert elkészíti, lehet következő videóban lesz, hamburgert fog elkészíteni a szemmisütővel. Hát a több már ne is szeretem, sőt, meg a unikumot. Na, én se készültem fel igazából a kérdésekkel, de fejed már összeálltak körülbelül. És maga a videózáson kívül a csoporttalálkozókat gondolom szereti, lesz még valami közös rendezvénye? Vagy nagyon szeretném. Nagyon szeretném. És tetszett, hogy Dancsó Péter csinált róla a videót? Igen, mint a villancsapásét. Tényleg? Igen, úgy csináltam, hogy egyszerűen elkezdnek anyázni a negatív kommentek, de miért? Utána rájöttem, hogy már megemelkedett a nézőszélűségnek, azért elkezdtek a negatív kommentet támadni. Egy jó marketing. Igen. Jó marketing volt a Dancsó nekem, igen. Sushi, mondta, hogy nehéz volt elkészíteni már nekünk, de... Nehéz. Az a lazasban nem tudta kejteni, mert lazasban tonha, nem tudom melyik kell, az a pontosabban. Lazac. És maga a rizs, láttam, hogy a rizsa nagyon odafigyelt, viszont hogy az 6-szor át volt most van, mert... Jó, a többi videóból tanultam, hogy megnézte a többi, ahogy csinálják. Én is próbáltam tanulni másoktól, mert elkezdtem a sushit készíteni, másoktól tanultam. És a sült krumplit, hogy kenyérre veszik Zoli bácsi, mert nagyon kíváncsi volt az a saját kérdésem, mert... Na, igen. Nehéz lát, de... Ezzel a kenyérre ettem, most már nem nagyon. Én jobban szeretem zsíbe kisütni, hát mi előrik a használó alatt? Ha a zsíbe sütök ki, akkor nem álltom ahhoz a kenyét. Igen. Az orvos nem ajánlja, hogy a sült krumpli zsírről... Igen, mindig azt mondják, hogy mindig olajba. Igen, olívaolajban láttam, hogy olívaolajjal szokott mostanában főzni. Hát a sült krumpli nem süt olívaolajban, mert nagyon drága lenne. Igen. Néha a pizzatészta olívaolajban adja meg a legjobb ész a pizzatésztán, ha tényleg házzal készítsük el, nem készen veszünk meg. És a következő pizzához alapot használ, vagy maga ön fogja az alapot is elkészíteni? Már kettő pizza receptet láttunk öntől. Az egyikkel az alap az fix volt, a másik az ön készítette hozzá, a harmadik az milyen elképzelés? Most az elképzelés, mert sokan azt mondja, hogy lehetetlen mikrohulla sütőben elkészíteni a pizzát, mert nem sül meg benne. Most be szeretném mutatni, mégis el elkészíteni. De mikrohulla sütőben. Csak nem nyers tésztára kell, nem nyers tésztára volt, csak előre megsütött tészta. És mellette mondta a hamburgert, hogy hamburgert fog készíteni. Az akkor már saját kézműves hamburger lesz, vagy ugyanúgy, mint a mirelis hamburger? Olyan, mint a pennyből vettem. Hát ilyenben mégis a legolcsóbb el a penny. Egy erősen felhangzottál. Hoppa, igen, nekem lenne kellett volna. Ha most olyan penny. Igen. És mellett hamburger, van egészségesebb ételek. Na, gondolkodok ezzel is. Valami cézár saláta, vagy görög saláta? Na, gondolkodok, mert csak az a valami nem lakok jó. Görög salát, és mellé még valami, ami laktató. Na, csak az a valami, hogy laktató a hús, meg zsír. Mert a zöldsége nem nagyon jó laktató. A tepertős fogásra szerettem volna kérdezni, hogy ön mindig ennyi borsot használ a tepertős fogácsában? Sajnos az a dolog. Szeretem a borsot, szeretem kicsit csípős. Igen, ad neki egy különleges íz. Tudom, mondták sokan, nem túl sok borsot teszek be. Hát igen, ezt én is figyeltem, amikor néztem a videóját, hogy ott kicsit nekem is, de én is imádom az csípős ételeket, de mindig a saját ízvilágot kell követni. Igen. És ilyen van, hölgyeket nem étem, anyukákkal, már anyukkal úgy főznek, hogy egész családra jó legyen, tehát férfiak másmi gondolkodnak szerintem. Persze, mindenki saját ízvilága. Igen, és azt követően észrevettem, hogy úgy szeretne főzni, hogy nekem jó legyen. Igaz, a mások más ízléssel is kéne foglalkozni, de
Hát a saját magam azóta foglalkozom, hogy elnézést, hogy egy dúlva, de tényleg a saját ízvilágon főzök. És a Szentkor főzőlap, a legendás Szentkor főzőlap az, miért pont a Szentkor márkát? Ezt találtam meg a interneten legolcsóbban. Ezt megrendeltem. De? Ha? Bocsánat, nem akartam szalába válni. Gondolom nagyon megszerette a Szentkor főzőlapot, mert... Ez egy. Szerintem igazából azt folytattam a karrierámban, a pályafutásommal szerintem. Jó, tartsó, hogy sokan segített, de szerintem a Szentkor itt nem jön legjobb a főzőlap. Mellette, ami igazán nagy dobás volt a maga pizza. Pizza, igen. És igen, a... és utána talán a következő. Tudod, a Párizsig. Az volt úrlátok, jó, amit a Párizsig, a lemegyő vízességgel jól viszont. Igen, érzünk, hogy a Párizsig. És mert van ilyen különleges, így különlegesség lesz. Na, szeretnék, Szeretnék Pautina, kamerai jeleneteket forgatni. És amit nem találtam, egy női szerepet, nem találtam. Na, hölgyeim, most lehet jelentkező. Vagy keresünk. Jó. Ugyanolyan, mint ami már volt egy ilyen műsora, amikor a, például a BTK-ból egy idézet. Munkatörvénykönyvben? Igen. Egy személyes kedvencem különben. Hát igen, én is véletlen egyik. Ismeres nő küldte el nekem e-mailt is? Így van. Az úgy létes lehetett. Igen. Csak nagyon megkettem olyan videóból, annyi a lényeg. Jaj, hogy nem gondoltam. Nem is tudom, hogy ilyen titkok vannak. És már mondtunk Zoli bácsán, hogy túl neki kopja, és készíteni neki szeretne. Ez lesz lehetne kopja készítésre. Reméljük ez, hogy nagyon megteszi neki egy kopja, azért is fog készíteni ezen túl. Videóban? Ez már nem bízom. Nem tudom, alkohol tartalmazza a koktélt? Hát, hogy szeretnéd, ön a főszakás, nem ért. Nem tudom, hogy YouTube ellen megengedik-e? Szerintem igen, a más street kitchennek is vannak műsorai, ott is használnak alkoholt is. Jó, akkor megpróbál, lehet, hogy a változás kéne, az is megpróbálom. Legjobban változatosság. Azért meg elmondom, hogy ötlen vagyok, másik lehet nem mondani, hogy mindig jobban változatosság. Jelentkezőt kérünk, és ő igényi tárgyalatot, hogy megpróbálsz most. Kell bele jég. Jég is nagyon jól. Hogy kell bele jég? Tegyen bele jég. Ide szoktál általában, ide szoktál. Tegyük bele az alkoholokat. Bacardi. Mennyi tegyebek? Amit magára bízom. Elég lesz. Kókusz szirup. Na, a szakmán boldusítok. Tejszín. Jó sem voltam eddig látos. Egyszer el kell kezdeni. Elég van? Elég is. Nem kell elmondani az ízséget. Ezt már elmondtam, hogy vagyok már vendilátos is voltam. Ebben tegye be? Nem. Tegyük rá a sékert. Nem tudom. Segítünk, hogy vagy.
Mulatos. Segít, ezt látom. Jó. Rázzal jössz az olibás is. Ide az a vissza? Igen. Akkor jó is lesz. Jó, jó. Nagyon rászólt. Azt hiszem, most nem videózással fogunk foglalkozni, akkor te készítés. Még a pohár meg is éget, Zoli bácsi. Pohár meg is éget. Van szűrő. Van szűrő. Hát elég is, nem? Igen, igen. És a szűrőn keresztül, Zoli bácsi, hogy kell. Igen, igen. Zolt. Elég. Ki lehet díszíteni, ha szeretnél Zoli bácsi, narancs, citrom, lime. Akkor valami csipel sem fogja meg? Ó, oh, igen, akkor... igen, de most megfogja. Csipeszünk, merre van? Köszönöm szépen. Tegye be a citrót. Rábízom a díszítést. Ananász is nehezen. Szerintem olyan elég is lesz, nem? Jó. Nem jó? De. Na, egy koktélunk ki szeretné. Gajdi. Én vezetek sajnos, de... Zoli bácsi. Zoli bácsi, válasszál egy hölgy. Hölgyet, hölgyet. A szőke hölgy, menjen. Nem vezet életem. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Most még lesz dedikálás, meg beszélgetés egy Zoltán úrral. És érezzétek nagyon jól magatokat. Köszönjük, hogy itt voltunk. Nem tudom, nem féltek, elveszel a szakmátokat? Hát? Szerintem Kámon meghívni, Kámon a tikkok elmondra. De bármikor, jöhet hozzánk főpontosan. Jó, jó. Jó. Jó, csak mit szerettem. Nem értem. És látszom, hogy vegyem, hogy megértek, hogy főpontosan bármikor. Jó. Nem, meddig látjuk, mert nem én tevetem. Annyi volt egész, hogy nem kell. Nagyon finom lett ez a videó. Jó? Jó? Akkor csak tudod valami. Azt fogod csinálni. Karácsonyra azt szeretnénk. Ő nem tudott eljönni, hogy a pólóra esetleg ráírjunk. Bezárom Wagner kávézóház. Na ilyen, te nem akarsz neked tönket tenni. Nem baj, nem fogja. Hello, várta a videózásnál.
az egyik területen. Videóban csináljuk. Jó, csinálok videó funkciókat. Értesültünk róla, hogy lesz ez a közönség találkozó, és már egészen régóta követjük a mester úrnak a munkásságát. Nagyon szeretjük, nagyon kedveljük a stílusát, nagyon szeretetre méltó úrnak tartjuk, és nagyon sokat szoktunk róla egyébként is beszélgetni, sokat szoktunk tőle idézni, és hát úgy gondoltuk, hogy ez bőven elég már ahhoz, hogy mindenképpen szeressünk vele találkozni személyesen is. És hoztunk is neki ajándékot, úgyhogy teljesen elégedettek vagyunk. Nagyon, nagyon tetszett a produkció, ez a koktélkeverés, ez nagyon jól sikerült. Örülünk, hogy itt lehetünk. Kedvenc videó, Zoli bácsitól? Ilyet nem tudnék mondani, nem tudnék kiemelni egyet sem. Talán az ominózus, mi is volt az elnézés. Nekem az, amikor bemutatja, hogy még sok véletlenül sem hőmérsékletfokon mér az elektromos sütő, hanem volt. És hát ez az okítás volt szerintem a kedvencem az összes videó. Nekem a rakott kumpép. Az ott az első videó, amit láttam tőle, az a mai napig nagyon nagy kedvenc. Köszönöm, srácok, és további videó. Oké, szia! Miért látogattál el erre a rendezvényre? Elek Zoltán a kedvenc videósom. Mióta követed? Fél éve. Kedvenc videó? A munka törvénykönyve. Mi tetszett benne, ami hogy megfogalmazta azt a tézist, hogy a munka nem fenék, hogy ráverjenek. Oké. Szerintem kihaltak már ezek az idők. Oh, wow. Sziasztok, miért jöttetek a rendezvényre? Hát nagyon-nagyon régóta követjük Zoli bácsi munkásságát. Olyannyira, hogy még egyébként a Kenwood aprítót is mi küldtük. Amint te? Hát igen, te nem. Azt tőled számítjuk? Hát a 220 volt a aprító. És mióta követitek a munkásságát? Hát az előtt a videó előtt, szerintem egy olyan fél éve, több mint fél éve. Én májusban akadtam rá. Kedvenc videó. Ha van. Szerintem a pizza mi mentés, nem? Nekem mindegyik, mert én vegán vagyok, és én így tágítom az elmémet, hogy tömlős vagy, párizsi, minden, amit nem eszek. Én mindegyiket szeretem. De talán a brusok. Nekem az a kedvencem. Igen. És van-e valami olyan videó, amit mondjuk tanácsként ajánlanát a Zoli bácsnak, amit mondjuk egyszer elkészítsen? Hú, hát egy jó marha pörít mindenféleképpen. Bográcsba vagy? Bográcsba, persze. Neked? Legyen már egy vegán vidi, hát legyek boldog, bármi. Oké, és köszönjük szépen. Köszönjük. Kérem azt írni a lapnak.
napnak. Köszönjük szépen! Egy-két percet! Sajnos néhány pár filmkockába tudta bemutatni a Nájből van, vagyis jó módon, Nájből van kávéház Szegeden. Csoporttalálkozó. Jó volt, nagyon jó volt. Hát, azt hiszem nem tudom, miért nem lehet mindez, még kell ideges szavak nevek vannak. Jó tudom, annyi gyert első helyen, vagy elsőség, nem is tudom pontosan, állított, lefordított annyi jel. De minden most azt hiszem, hogy nagyon jó volt visszaemlékezni. Hát a videón most lehet, biztos nem tudtam segíteni, de bárhogy is. Nagyon szépen megköszönöm, hogy megtiszteltek azzal, hogy megnézték a videómat, és emlékeztek a tavaly évre. Sajnos már az a idei évben biztos nem lesz csoporttalálkozó, nem hiszem. Már mi most kialakul helyzet miatt, mi a járvával, már vírus miatt, én nem hiszem, hogy idén nagyon nem hiszem, hogy lesz csoporttalálkozó. Tehát szeretném, nem hiszem szervezni. Na igen, most annyi volt a videóm. Ha elnyelte a videóm a tesztelését, kérem lájkoljanak, kommenteljenek és iratkozzanak fel erre a videó info kötőre egy csatornára. További minden jót kíván, erre Zoltán, a videó info kötőre ettől. Hello, 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 sziasztok!